is, ez pedig a félelem. Szóval, mennyire félsz a pénztől? Mennyire félsz a pénztelenségtől? Mennyire félsz attól, hogy elfogy a pénzed? Mennyire félsz attól, hogy pénzt kapsz, hogy túl sok lesz a pénzed? Mennyire félsz a változástól? Mennyire félsz a pénzzel kapcsolatos összes olyan nézőponttól, ami instabil? Mennyire félsz attól, hogy az életed megváltozik? Mennyire félsz attól, hogy mást kell választanod? Mennyire félsz attól, hogyha elkezd áramlani a pénz, akkor valami megváltozik, vagy valamit el kell veszítened? Mennyire félsz attól, hogyha vesz pénzed, akkor elveszik, ellopják? Mennyire félsz birtokolni a pénzt? Mennyire félsz pénzt magadnál hordani? Mennyire félsz attól, hogy nincs pénz? Szóval milyen félelmeid vannak a pénzzel kapcsolatban, ami megakadályozza azt, hogy legyen, hogy birtokolt, hogy folyamatosan áramoltasd, hogy tudd, hogy nem a pénz a forrás, nem te vagy a forrás, és milyen érzések vannak benned. És ahogy még így beszélek, nagyon érdekes, mert nekem például itt a torkomnál folytogat. Szóval mit érzékelek, mi ez az energia, és mit tehetek vele, és kinek az energiája, kihez tartozik? Te hol érzed a félelmet a testedben? Csak nézzél rá, hogy hol van ez a fura összehúzódó érzés. Torkodban, a mellkasodban, a szívednél, a hasadban. Mi ez az energia? És kié? Kihez tartozik? Családi minta? Vagy a párodé? Vagy a munkatársaidé? Vagy a társadalmadé? Vagy a szomszédoké? Vagy aki ismeretlené? Szóval kihez tartoznak ezek a nézőpontok? És milyen terület nézőpontok is ezek? Szóval, hogyha gondolod, akár le is írhatod őket, és aztán arra szeretnének kérni, hogy tudd, és írd le azt is, hogy a félelem nem létezik. A félelem a te elmédnek a szüleménye. A félelem egy zavaró beültetés, és a félelem az valami, ami, hogyha le tudod küzdeni, a félelem mögött mindig potenciál van. Szóval milyen potenciálod van a pénzzel, amit még soha nem ismertél el, mert nem mertél belemenni helyzetekbe, nem mertél talán befogadni, nem mertél kiadni pénzt, nem mertél áramoltatni pénzt, nem mertél új dolgokba fogni. Szóval mi az, aminél megakadályoztad azt a végtelen áramlást, amit létrehozhattál volna pénzzel, amit hogyha létrehozol, akkor egy teljesen más valóság nyílik meg. Szóval milyen lehetőségeid vannak, amit még soha nem használtál ki azért, mert bennem tartottad magad a félelem zavaró beültetésében a pénzzel kapcsolatban, amit hogyha hajlandó lennél feloldani, akkor lehet, hogy megváltozna minden a pénzügyekkel kapcsolatban. Te félsz a pénztől, vagy a pénz fél tőled? És a pénz birtoklásától félsz? Attól, hogy túl sok lesz, vagy attól félsz, hogy túl kevés lesz. Szóval írjál le minden nézőpontodat ezzel kapcsolatban, és milyen valóságot teremthetsz túl ezen a megzavaráson, túl ezen a beültetésen, a félelmen, túl a félelmen. Milyen valóságot hozhatnál létre, hogyha ezek az érzések eltűnnének az életedből. Kérlek! Fogd meg őket, és küldd vissza a teljes tudatosságot csatolva feladónak, milyen varázslatot teremthetsz, hogyha megszabadulsz attól a fájdalmas energiától, ami a félelem, amit a félelem hoz létre a testedben, a lényedben. Szóval milyen varázslat lehet, hogyha ezt elengeded, és mi van a félelmen túl? A félelem mögött mindig potenciál van. Milyen potenciál van benned, amit a félelemmel álcázol,
amit, hogyha most megszüntetsz, akkor egy teljesen más valóság jelenik meg. Úgyhogy játszatok ezzel, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és kíváncsi vagyok, hogy mit hoz fel bennetek. Kérlek, kommenteljétek a videót, írjatok, és mit változtatunk meg ezzel, hogyha feloldjuk ezt a korlátozását a létezésünk egyik általában elég releváns kérdésével kapcsolatban, pénzzel. Szóval, gyere pénz, gyere pénz, gyere pénz, gyere pénz, gyere pénz, engedjük meg, hogy a pénz elkezdjen áramolni, és mindenhol, ahol félsz attól, hogy túl sok pénzed lesz, és hogy meg kell változnod, hogy másképp kell viselkedned, hogy más leszel, vagy hogy elveszíthetsz valakit azért, mert elkezdesz másként viselkedni. Megengednéd-e, hogy belelépjél ebbe az ismeretlen érzésbe? Úgyhogy milyen varázslat lehet? Játsszál vele, írjál, és holnap is találkozunk.